Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Kedves testvérek, kedves tévénézők, így fejeztük be a tegnap, hogy nagyon-nagyon sokat imádkozzunk. Többször beszél Jézus az imáról, a kérő imáról, arról, hogy az ő nevében kell kérni az atyát. Itt az evangéliumban látjuk ezt a buzdítást, hiszen Jézus az atyához megy, és ő fog közben járni értünk. A mi keresztény szívünket megnyugtatja az, hogy Jézus földi érdemeivel is és szeretetével is jelen van a mennyei szentélyben, a mennyei atyánál. Azért eszközli ki a meghallgatást, hogy teljes legyen az örömünk, de biztosított arról is, hogy szeret minket az atya. A vallás tehát nem csak törvények, úgy, ahogy a hét elején említettük, és kötelességekként tárulnak elénk, hanem az élet végleges megoldásához vezető út is, amelynek az alapja a szeretet. Itt már az földön is az öröm forrásai a Szentlélek által bennünk vannak. Amen.